Bankroll Network. Play to win. Üdvözlök mindenkit itt a Decentralized Finance Family mai videójában. Amit mai videóról arra fogunk beszélni, hogy hogyan tudtok bankrollon belül minden előbb elkezdeni magatoknak passzív jövedelmet generálni, és hogy tulajdonképpen ez az egész hogy van felépítve. Ugye a múltkori videóban arról beszéltünk csak, hogy mi ez a bankroll ecosystem, beszéltünk a white paperről és a további dolgokról. A bankroll, amit mondtuk, ugye a Tron blockchain-en futó decentralizált applikáció, ami nagyon sok projekt tárol magában, amik különböző pici deppeknek a halmaza, ezeket itt láthatjuk. Tehát itt. Ugye az, hogy elkezd itt a bankrolling, ez a tevékenykedni, tronra lesz szükségünk, amit itt a tronlinken le is tudunk követni, tehát hogy itt tudtok ide küldeni magatoknak tront. Ezt a walletet majd ezután össze tudjátok kötni tulajdonképpen a bankrollal, és kezdődhet is a móka. Ugye, ha elmegyünk a websájtra, akkor megnézzük, hogy igazából a flow-t fog így az arcunkba nyomni, de ami minket érdekel, az, hogy ez tulajdonképpen hogy épül össze. Ugye az, hogy elkezdjük a bevezetőt, tudnunk kell, hogy a CoinMarketCap-en, közben nézzük, Bitcoin is elindult, Ethereum is elindult, a CoinMarketCap-en be tudjátok ide írni magatoknak, hogy banker, BNK-r, a Bankroll Networknek ugye a tokenja, és először beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen ez a token hogyan viselkedik, és mi az, ami nagyon fontos, hogyha elkezdtek játszani ezzel a deppel. Ugye mindig annyit tegyél bele, amennyit hajlandó vagy úgymond elhanyagolni, tehát nem lesz a mindennapi szükségletedre, tehát nem azt a pénzt kell beletenni, hogy minden napi szükségét egyre fogod használni, hanem ez csak egy ilyen úgymond játékpénz, nevezzük úgy. A bankrollban ugye van ez a token, a banker token, tehát BNKR, és ezzel az árral fog dolgozni nekünk majd ő, a Stronghold, hogyha be tudunk ide lépni, ezt mindjárt be is fog ide tölteni, ugye itt lehet látni, hogy DIVS, Total STRHLD, tehát Stronghold, Stake, Rolls, Total Withdrawn, Total Rolled, Roll, Withdraw, Sell, és így tovább, és Buy. Ha ide lemegyünk, akkor látjuk, hogy mi ez, About, Bankroll, Stronghold, is patched one-to-one, Banker Swap, Banker Native, Liquidity Pool Token. Tudjuk ugye, mi ez a Liquidity Pool, mert már DeFi-ban ezt hallottuk, ezért tudjuk, mi ez. Transaction fee of 10% is charged on buys and sells, tehát mindig 10%-ot fog levonni, akkor, hogyha mi ide tront depozitálunk be. És akkor is, mikor mi ezt ki fogjuk venni. Ha most megnézzük a Stronghold-nak az árát, az 8 tront per token lesz, tehát hogyha ide beírunk 8 tront, akkor értelemszerűen csak egy Stronghold-ot fogunk kapni. Ugye a Stronghold ára, ez az STRHLD, ez a banker tokennek a mozgásával fog összefüggeni. Tehát minél drágább a banker tokenünk, annál drágább lesz ugye a Stronghold is. Hogyha ide betolunk TRX-et, tehát tront, akkor mi a Strongholdban megjelenő összeget fogjuk látni. Ha tegyük fel, beteszünk 10.000 TRX-et, akkor 2168 strongholdunk lesz, ami majd dollárba fogja magát kifejezni, tulajdonképpen ilyen 300 dollárnak fog megfelelni ez az összeg. Lesz nekünk majd egy ilyen div powerünk a stake-nél, tehát ez a százalék, és minden egyes nap 24 órában fog nekünk ide divzeket termelni, amit TRX-ben fogja magát kifejezni, és withdraw gombbal tudjátok majd ezt kiutalni ide a trollinketekre, vagy rollolni, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez a DIVS, ez visszajön ide Strongholdba, ugyanúgy levonja magából a 10%-ot, és itt lesz bent nektek a depótok. Ez azért is jó, hogy rolloltok, mert akkor növekszik majd ugye az a depó, ami a Stronghold, és ezáltal a stake is, tehát nagyobb százalékot fogtok kapni, úgymond a süteményből, nagyobb szeletet. Minden egyes roll után itt fogja majd számolni neked, hogy mennyit rolloltál, és ha withdrawolsz, akkor ide fogja kiírni, hogy mennyit ront withdrawoltál. A total rollnál meg azt fogod látni, hogy tulajdonképpen hány TRX-et tudtál visszajutatni innen a
Divsből a Total Stronghold-ba. Ez igazából azért is gondolom, hogy jó ötlet itt elkezdeni, mert hogyha úgy gondoljátok, hogy a Stronghold-ba ki szeretnétek jönni, akkor ezt el is tudjátok adni. Tegyük fel, akkor ott van bennekünk a Strongholdunk, ami még Teaser trónként került be, akkor ezt ki is tudjuk adni úgy, hogy ki is tudjuk venni innen, úgyhogy ha ezt Sell buttonbe beírjuk, hogy 2178, ami konkrétan 8000 trónt fog majd kiadni. De minél tovább tartjátok bent, az is lehetséges, hogy a Bankrollnek az ára, a Bankroll Network token ára fel fog menni, ezáltal az itt lévő összeg is fel fog menni ezzel a relációban. Tehát ahogy ő fölmegy, tegyük fel, ti itt jöttök be, ugye a Strongholdba, amikor a Bankroll minél alacsonyan van, és ment vagytok, és folyamatosan rolloltok, vagy videóltok, tök mindegy, nem veszitek el, nem adjátok el a Strongholdokat. Ne adj is, vagy tök jó, történik egy ilyen price pump, magyarul fölmegy a ára a banker tokennek, akkor nektek a Strongholdban lévő 10.000 trón, az hirtelen itt konkrétan egy négyszereződés történt, tehát akkor 40.000 trónnak megfelelő összegben lesz Strongholdotok itt. Ez azért jó, mert akkor tulajdonképpen nem elég, hogy ti bíztatok a projektnek a tokenjében, és ezáltal részt vettetek ennek a token ár növekedésében, hanem még emellett dividendekben is részesültetek, amik divs formájában, tehát osztalék formájában kaptok meg. Én ezt nagyon támogatom, ezt a platformot, főleg itt a Strongholdnál, mint mondtam, mert el tudjátok adni. Tehát tegyük fel, nektek egy négyszeres szorzó összejött, és akkor 10.000 trónból itt már 40.000 trón van, ilyenkor ti szeretnétek ezt eladni. Akkor ide jöttek és beírjátok, de hogyha négy szenes szorzást csináltatok a Total Depositon, tehát a Total Strongholdon, akkor valószínűleg ezt meg se fogjátok érezni, hogy 10%-ot le fog venni a szisztéma. Ugye ez fordítva is megtörténhet, mikor a Banker Token ára lemegy, viszont a Bankroll Stronghold akkor fog titeket nagyon megjutalmazni, hogyha nem veszitek ki, tehát Stronghold, tehát tartjátok ott erősen a liquidity-ét ennek a tokennek, tehát nem veszitek ki a tront a szisztémból. Azt is tudjátok csinálni, hogyha csináltok egy új walletet valahol, akkor tegyük fel, nekem most ugye ez az address-em, most tegyük fel, hogy ezt ti szeretnétek erre az address-re áttranszferolni, és hogy ne kelljen ezt eladni, kimenni tromba, átutalni egy másik adresszre, ott megint bedepozitálni, tudtok csinálni egy ilyet, hogy transfer, és akkor ide csak beírjátok az address-t, és beírjátok, hogy ami itt van, az menjen át egy másik walletnek a úgymond részére. És akkor ide beírjátok, hogy mennyit szeretnétek átküldeni, 2147 Strongholdot átküld, tök transfer, ilyenkor majd fogja kérni a Tronlink a visszaigazolást, amit le kell majd akceptálni, és így ez az összeg itt, ami majd itt lesz nektek, az egy másik walleten is meg fog tudni jelenni. Ez nagyon hasznos akkor, hogyha van egy olyan telefonos walletetek, ami le fog járni, és mint nálam például volt egy ilyen, hogy lejárt a Tron walletem a telefonra, és fejlesztettek egy új walletet. Ez nagyon egyszerű, igazából csak beteszitek ide az új address-t, és transferölitek. Ez akkor is jó, hogyha tovább megyünk, akkor meg tudjuk nézni azt, hogy mi ez, hogy swap és banker. Ugye a banker az lesz, ugye, amit mondtunk, ez a token. Most itt a banker meg fogja magát nyitni a bankrollon belül, és itt kicsit el fogja magyarázni, hogy ez tulajdonképpen micsoda, de igazából ez ugyanaz, amit elmondtam. Ugye beszéltünk róla, hogy trade, ugye azt tudjátok a swapon csinálni, liquidity farm, ugye az a stronghold. És beírtam, egy liquidity farm, boom, stronghold. Jó, akkor nekünk még van egy olyanunk is, hogy stake, az, tehát ugye ezt a banker tokent, ezt tudjátok akár
stakingelni is a Stack nevű dappon. Akkor ezt igazából ti ide beteszitek, mint Total Stack Bankert, és tudjátok a divzeket ugyanúgy majd, ami Bankerben érkezik, visszaigényelni. Most ugye azt kell tudni, hogy itt Bankrollon belül van két tokenünk, ugye van a Banker X meg a Banker. A Bankerhöz hozzátartozik a Stronghold, a Bankerhöz hozzátartozik a Swap, és ez úgy működik, hogy a Swapon keresztül tudtok ti Tronról Bankert venni, amit itt mondjuk beteszitek ide a Stackbe, és élvezitek azt, hogy generált a moltoknak minél több Banker dividendet, ami tulajdonképpen eznek a tokennek az értéke lesz. Vagy azt is játszhatjátok, hogy a Banker tokennek a likviditását akarjátok támogatni azzal, hogy a Strongholdon belül Tront toltok be ide, és itt fogtok majd ebből részesülni. Remélem, hogy ezt egy értetően el tudtam magyarázni, ezt nyilván olvassatok el magatoknak itt lent a leírásban, hogy ez tulajdonképpen hogyan épül fel, de nagyjából nem egy nagyon nehéz történet. Egy érdekes matematikai összefüggés, egy érdekes gazdasági formula lép itt érvényben. Nem tudom. Jó, igazából ennyit mára, köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor sziasztok!